Jó, hát csak annyit tudtam csinálni, hogy kivettem a YouTube-ot a képletből. Egyszerűen megint csak szarakodik a nyomorult restream. És teljesen mindegy, hogy hova raktam át. Konkrétan leszarta. De hát ez most hiába mesélem, mert nyilván a kutyát nem érdekli Twitch-en, hogy mi volt a YouTube-ban. Na, egy picivel följebb jutottunk. Ez azért jó, mert innen nagyobbat tudunk borulni. Bingo. Fú, meggyulladok. Na, hát... Ja, lehet, hogy ezt kint kéne csinálni? Na várjál. Kiváló volt. Most hol vagyok? Rossz helyem. Ez a víztarany, ez kemény tud. Thank you.
Jó, hát innen sehova. Okay. Haladunk, haladunk. Ó. Aha. Olej. Neked nem is tudom minek bekapcsolni amúgy. Se hiszem, feljutunk. Arra továbbra is van valami. Hajtja. More inhibitor. GRE detektor. Jó, látom, most találtunk is. Meg 3 iPhone 20-ast. Egyébként tök durva belegondolni, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt még nem is volt okostelefon, és ha tippel nem kéne, 20 év múlva már nem is lesz. Én gyorsan változnak a dolgok. Na, mi ez? Ugye egy csomó ilyen airventilátor kerülne a városba, ez nagyon menő lenne. Mindenhol izé. Crossbow-pe. Speaker, az ortanon. Autó. Two-way ziplines. Upgraded airbags. Na hát, Ervent. Oké.
Jönnek a srácok a baltával, az csicsat. Megcsinálják. És ilyenkor gondolom egy csomó minden megjelenik a területem. Ötszázas energy kell ahhoz, hogy oda fölmászunk, beszarsz. Annyi nincs is. Mondhatnátok, hogy persze már HP-re pakol a nyomorult. Behúzzok még itt ezt, és akkor megyünk onnan a second antennára. Szerintetek át tudunk repülni innen a... Át tudunk repülni innen a víz fölött? Én megpróbálom. El fog fogyni a stamina. Olyat fogunk borulni. Mondjuk, ha innen leesik, akkor vízbe esik. Persze én átrepülök a túloldalra, és úgy fogom elfogyasztani, hogy betonra essek. Simán sikerül. Na, vagy inhibitor. Gondolom az ott van valahol fenn. Ez ilyen az igazi egy törnyős támadás. Én nem tudom, még nem tudott maradni a párkányon. Na most ott maradt. Hát mondjuk vannak bent néhányan.
De nem gond, mert úgyse tudok oda följutni, úgyhogy... Na pedig muszáj lesz bentről, már kintről meg szintén nem lehet. De azért bekukkantunk, bár kurva sokan vannak. A Tesco-s réteget. A best. Pont fölöttem van. Megvan. Igen, rétege. Az a különbség, hogy a rétegetnél van a natúrjoghurt fölül, és alul a valamilyen íz, és rajtad múlik, hogy összekevered-e vagy nem, vagy hogy kevered össze, szóval rohadt jó. Sokkal jobb, mint bármi más, ami így egyben van. Ha esetleg kicsit drágább verzióba szeretnéd, akkor van még a félegyházi. Az is getű jó. Ott van egy ilyen military lófasz. Hát csak innen nem jutunk át. Na, ennek örömére 460 stamina. Szerintem meg fogjuk próbálni megparagliderezni, valahol belecsapódunk abba a kéménybe, a maradékot meg fölmásszuk. Vagy kurva pró vagyok, és nem kell a kémény se.
Nagyon jó. Már úgy érted, hogy végig azon a kéményen az alját? Ja, az jó hosszúnak tűnt az a kémény. Na hát ma még egy percet sem foglalkoztunk a főküldetéssel, pedig 9:45 van, úgyhogy most, ja de mondjuk egyet igen, de azt is véletlenül egyébként. Na, akkor aludjunk egyet reggelig. Az egy igen szomorú hiányosság, hogy nem tudod beállítani, hogy meddig akarsz aludni. Jó, nem mintha akkor a katasztrófa lenne még egyszer rányomni, de azért mégis. Na! Nem futott végig. Jó az a plakát ott a falon. Nem tudom, ma egyfolytában akar esni mindenhonnan. Hát ti hogy jöttetek ide föl? Király, majdnem megölte. Óránként lehetne állítani, de hát legalább annyit meg kéne tudnod mondani, hogy mondjuk reggel este. Nem lenne azért az annyira... ördögtől való. Thank you.
Frank, I activated the second antenna. Renegades were here, on the roof. Speaking of renegades, hearing more chatter. Meeting in Garrison Boulevard, old offices. Waltz will be there to give us orders. Anything new about that pilgrim? No. But he found someone who'll help him access the database. If you know something new about that fucking pilgrim, let me know. Keep looking. Over and out. Frank, I need to get to where they are. You heard the maiden. Waltz is looking for you. He's got a way to access the database. He found someone. He's too strong for you, and you'll be playing straight into his hand. If that's the only way to find out the truth, then so be it. You're stubborn, kiddo. Stubborn like Luan. I'll be in touch. Hmm. Hát ezt eddig is tudtuk, hogy minket keres az a parasz. Azért ez nem akkora újdonság. Jó, ha menjünk. Ever since I started listening to Free People's Radio first thing in the morning. How you doing, buddy? Nem, festőknek nem tudok segíteni, sajnálom. Mindennek vannak azért határai, még Malának is. Hát ő már megtalált egyszer. Annyi, hogy túléltük. Ugye a metrónál megtalált már egyszer minket. I thought this was a puppet show. Silence! Fear! Ruth! I told you to never come back! Throw him out! Two brothers once dwelled in Villador. The younger, a poor man. The elder, a rich pharmacist with hardened heart evermore. One day, the younger brother's daughter fell ill. My brother has ne'er helped me. Mayhap he will assist his niece with just one pill. Semmi bajom a művészetekkel, de már elég agyhalottat festráltam, már nem... Nem vállalom. Az ilyen nagy darab izé, ugye? Aha. Ahhoz képest, hogy állítólag én ugrottam rá, hogy fejbe verem. Ahhoz képest jó sikerült. Yeah.
És kezd szétmenni a fegyó, úgyhogy nyomunk bele valamit. És akkor itt most tele lesz a renegátokkal minden, gondolom. Az hát. Hello? Engem kerestem. See? What was right? These fuckers were eavesdropping on us. First him, then we'll get that GRE employee from the old Villador. And the boss will be over the moon. Where's Waltz? Waltz? We don't need Waltz to deal with you. Oh, good old Frank. So naive. Warning people. Talking way too much. Got him! Hope Marway has time to say goodbye to you. Hogy vagy? Hogy jött még egy kupac köcsög, jó van. Ez most mi volt? Azt hitte a játék, hogy szükség van erre az átváltozós izére, pedig... Abszolút ura voltam a helyzetnek. Wasn't here, and they know we're eavesdropping on them. I know.
You know? Someone tried to tip me off, but the warning came too late. Are you sure you're okay? Yeah, my infection just flared up. The Renegades were talking about some GRE doctor from the bazaar. Waltz is looking for him, too. Former GRE in Old Villador? I'll look into it. Who tried to tip you off? Well, that's the strangest part. It was Hakon. He wants to meet with you. Melyik az a Hakon? Well, he's still kicking, and he'll be waiting for you at the church on St. Paul Island. He's got the goods on Waltz. And hell, maybe you know something about Luan. Nem lehet, az meghal. Nem halt meg. I'll go meet with Hakon, Frank. You try and find out what happened to Luan. Just remember, they're listening to you two. Will do, Aiden. Be careful. Who knows what Hakon is up to. I'm going back to the Fisheye. Good luck. De akkor ezek szerint túlélte, de hogy a faszomba élte azt túl? Jó, tipikus filmes aranyszabály, nem láttuk meghalni, úgyhogy végül is túl is élhettem. Jó, hogy éjszaka van. Nem baj, akkor gyűjtünk ilyen zombi szart. Igazándiból nem tudom, lehet, hogy rá kéne szállni, hogy egy streamet. Az is lehet, hogy kettőt. Kiszedni vagy százat. 200-at. És kihúzni valami durva upgrade. Hogy lehetne nagyon sok common lófaszt szerezni, ha? Ha? Írjad, írjad!
Legend has it the Night Riders built this way. Én nagyjából ezzel a fantasztikus módszerrel csinálom. Hogy ezeket a sikoltókat megölöm, darabjába van egy darab. Nem túl effektív. You saved my bacon, man. Here. Hát valahogy túléltem. Hát bazd meg! Egymás után a harmadik, engedjetek már egy kicsit! Negyedik.
Aha. Szóval, oh well, megoldás.
Na, kireggelerend. Hát elmehetnénk megnézni, hogy most tulajdonképpen mennyit is szedtünk össze, de szerintem nem túl sokan. Elmegyünk ide a központi helyre. Ott biztosan van minden is. És megnézzük, hogy a fantasztikus malafarmolással mennyit tettünk össze. Hát a tippel nem kéne nem túl sokan. Nagyon megy a chat, ignorám. Hát Einsteinkém. Az első két órában már könyörögtem térden állva, hogy valaki szólaljon meg a chatem, már ki kellett abolni, megnézni, hogy működik-e. Aztán végigmentünk ilyen kríziseken, miközben háromszor kellett újraindítani a streamet. Le kellett lőni a YouTube-ot, hiába nézték ketten rajta. Senki meg se szólalt volna, hogy megnyugtassa mala idegeit, vagy bármi. Úgyhogy szerintem nem beszélgessünk arról, hogy ki ignorál kicsodát, mert én úgy érzem, hogy szerintem inkább te engem. De ahogy érzed. Én ignorálom őt. Hát jó. Ez is egy nézőpont. Ez följebb van vajon? Ez mi? Jaj, díjgránát az kurvára nem kell, köszönjük. Hát elméletileg összeszedtem 25-öt. Hát ez technikailag annyira egyébként nem is rossz, jó mondjuk ehhez 100 kéne. Hát mondjuk 100 kéne, de... Erre el tudnánk baszni ezt a 25-öt még meg is érni.
Hát na igen, de közben meg a modokat is kéne húzni. Közben meg... Na jó, na első körben rárakjuk a bigyóra. Erre. Soon you'll wonder how you survived without that. Most igazándiból lehet, hogy ezt hagyhatnánk is ekkorán, mert azt, hogy 4 vagy 5%-ot 4 vagy 5%-ot tölt, az nyilván számít, de hogy így azért annyira nem. Looking forward to your return visit. Minek mondhatja a Van Hittel mindent a Molotov? Hát jó meglátás. Emlékszik még arra bárki, hogy hol vásároltunk Poppit? No, elmegyünk a csajnak, levadászunk egy szörnyet, de akkor vissza kell menni a csajhoz, és akkor mutatni fogja, hogy hol van a Poppi árus. Ez a legfontosabb dolgot adta, ami létezik. Ugyanannyi alapanyagból egyel többet kraftolunk le. Mert napok óta tűkön ülve vártam, hogy mikor lesz meg. Azt mondja, nem adott semmi. Ha. Ez jó. Akkor nem adott semmi. Tehát az egész játék legnagyobb problémája, hogy kevés a Poppi. Hogy nincsen kibaszott Poppi. És most már egy Poppiból 2 kraftolunk le. Tehát, hogy a bal vesémet odaadtam volna. Azt mondja, hogy nem adott semmi. Jó, nekem. Elmaláztál, meggyújtom. De egyébként valószínűleg igen, ki kéne próbálni azt a metódust, hogy keresünk egy búvóhelyhez közel lévő hideoutot, ami nappal jó eséllyel tele van mindenféle szörnye. Bazd meg. Ami nappal jó eséllyel tele van mindenféle szörnye, és a szét molotov koktélozni, meg hentelni. És megnézni, hogy úgy mennyi jön össze mondjuk egy kör alatt. Elképzelhető, hogy nem lenne rossz. Ott ugye ki tudunk mászni a túloldal. Hát gondolom. Jó, oké. Csak a kerítésen nem tud átmászni már. Hát, és látod, Einstein, azt mondod, hogy ignorálom az egész csetet. Még a báránykás játékkal is játszottunk. Én igyekszem a te kedvedre is tenni amúgy. És akkor mi van, ha van grappling hookom? Hol az összefüggés? Én nem tudom használni. Nem, hát bazd meg. Nem értékeli a gesztusokat Einstein. Nem értékeli. Kár is bele. Nem, hogy örülne neki. Azt mondja, hogy csak egy. Fú, oda be kéne ugrizni? Jó van.
Hát oda beugrizunk. Jó, a seggemet kicsit megkarcolta a... mi a szar, drótkötél? Megtaláltuk a popiárust. Na. Hát kettő darab van nála, bazd meg. Kettő. Ez az egyetlen egy hely, ahol popit lehet találni, és kettő darab van nála, bazd meg. És akkor ne fejeljen meg. Na, keressünk valami zsír helyet, ami ilyen éjszakai tud. Mondjuk legyen ez. Bemegyünk nappal, és akkor tele lesz borzalmakkal. Nem tudom, hol találja őket, mert én nem találom őket sehol. Ez az egyetlen egy poppy forrás a játékban. Hello! Én meg akartam kimélni az életüket, erre széttépnek. Rossz irány. Szarok a páncélozott autóra, nincs abba semmi. Kicsit rángatta az ideg. Na itt kéne valahogy... Mennyi renegált van manapság az utcákon. Tudja, a rosszabb nem volt kitáblázva. Oda néz, megtaláltam a bejáratot, behugyozom. Yeah!
Hát végül is egy páran voltak. Miért lehet ott aludni? Az Manánál sose biztos, hogy megértette, vagy nem. Abba sose legyél biztos, hogy Mana megértette, vagy csak úgy néz ki, mintha. Egyébként, hol van az, hogy hány nyílveszőnk van? 141. Uh-huh. Az elég sok. Akkor most egy kis íjász bemutató fog következni. Ha rájövök, hogy hogy veszi elő a... Ilyen. Hát onnan lentről ne üssem már ide föléti. Igen, az a baj, hogy például ez meg már a re. És nekem ugye Ankammonból kellene 100 darab. Oh,
valahogy meg kéne állni, hogy amíg nincs meg a 100 a Molotov koktélra, addig nem költjük el. A tegnapi bogárharc nem volt komoly, kiderült, hogy csak egy légy. Az annyira nem veszélyes. No, hát gyakorlatilag úgy nagyjából kipucoltunk egy ilyen helyet. Technikailag vissza kéne menni megnézni, hogy mennyi jött belőle. NFT. Abból kéne nekem is meggazdagodni. Csinálnák ilyen mit tudom én, pingpong ütővel agyonverek valami bogarat, bedigitalizáljuk és NFT-s malabogárként fogjuk árulni, vagy valami fontos dolgot. Nem tudom. Hol a kurva anyjában van a
izé, hova mennénk? Sírba fog kergetni, geci, hogy nem mutatja. Én nem is tudtam, hogy megy Twitch-en reklám amúgy. Bár azt hiszem, azt tudom, hogy protip, ha szubolsz malára, akkor azt hiszem nincsen reklám. És mindjárt szeptember, akkor fél áron lehet minden ilyen fasságot. Azt hiszem, akkor fele annyiba kerül. Új, de le kéne menni a metróba. Vagy ez nem az? Ez nem az. Akkor milyen inhibitor van itt meg? Ez a vízbe van, mi? Lehet, hogy nem. De hogy nem ott van. Hát, ha még egy kéne, és akkor már mennénk a 480 staminkához. Tényleg van olyan épület, amihez 600 kell, vagy csak át akartatok baszni? Hát azt mondtátok, hogy valamihez kell 600 stamina, vagy 500, mit tudom én, szóval sok. De akkor azért nem teljesen biztos. Na, mennyi jött össze a fosból? 10! Á, nem értem meg. Tíz darab, hát az... Ez leginkább... ott viszont van 4 inhibitor.
Jó, ez olyan magasan van. Mi level 26 a ma? Miről beszélünk, kérem szépen? De nem az volt a kérdés, hogy mennyi lehet a maximális staminád. Hát igen. Ez is nagyjából ugyanaz az épület, csak picit, hát máshol vannak az ajtók, meg mit tudom én. De jó. Azért belerakhattak volna egy kicsivel több effortot is. Hát ez tönkre ment, úgyhogy nem tudom, ezzel fogjuk püfölni most őket. Ezeknek pont jó ez a fehér szar is. Na de visszatérve rá, igazániból ez azért lenne izgi, mert azért pakoltam a staminára ezt is, meg az előzőt is, mert attól félek, hogy odaérnénk egy ilyen helyre, ahova nem tudnák fölmenni, és akkor Einstein beíratná, hogy ugye én megmondtam. És ezt elkerülendő pakolok staminára. De amúgy, ha nem igazán van olyan hely, ahova kell, akkor raknám HP-ra. Ezért lett volna érdekes kérdés, hogy van-e a játékon belül olyan épület, ahova mondjuk így
Itt tényleg kell, vagy... Nehezebben halsz meg. Na mindegy, 500-as épület van a játékban, azt írtam. Úgyhogy akkor egyelőre kijelöljük azt, hogy legyen 500 a stamina. És ha megvan az 500 stamina, akkor elengedjük, annyi elég lesz. Ha meg mégse, akkor mit tudom, én így jártam. Hát nézd, ahogy néztem, a volettályok több mint fél HP-t sebeznek egy ilyen ugrással. És ha összetudnák annyit pakolni HP-ból, hogy mondjuk kibírjon a karakter mondjuk 2-5 abból az ugrásból, már sokkal szebb lenne az élet. De igazániból egyébként az is simán lehet, hogy már nem is kéne szedegetni ezeket a dolgokat, mert én amúgy teljesen biztos vagyok benne, hogy nagyjából azzal, amink van, bőségesen, könnyedén végig lehetne játszani a játékot. Igazándiból, amit most csinálunk, az csak ilyen időhúzás. Persze én szeretem szedegetni a szemetet, meg minden, de... Például a mai streambe se igazán... haladtunk a történettel. Jó, hát egy picit. Egy mondhatni minimálisat igen, de azért olyan sokat nem. Még 2 itt találunk, akkor pont meg is lesz az 500.
Akkor 400 per 500-on fogunk állni. Szervusz Einstein, örülök, hogy voltál. Jókó tört el az a szar. Szerintem van még annyi időnk bőven, már tök sokáig tudok sötétben maradni. Az mondjuk jó, ha másért nem is, azért megéri a szintlépés. Az elején milyen pánikba voltam, hogy nem is tudom, milyen 3 percünk volt, vagy valami. De valami hasonló. Ráadásul pont itt volt az UV-fény, jó van. 5 az alap? Na hát akkor rosszul emlékeztem, de hogy kevés volt az... Az biztos.
Most meg, ha jól látom, már több mint 12 percünk van. És mindjárt még több lesz, mert ott a level up. Tehát most van, hát 11-29, ez hogy lehet? Már nem is olyan sokat ad hozzá. 15 másodperc gyakorlatilag. Na de megvan az 500 staminka. A 400 HP. És hogyha 26/26, akkor 52 lehet összesen? Vagy annyi van? Hát, azt tudja. Yeah.
Na, hát így kell följönni egy windmill-re. Technikailag a tetejére ráesel. Pro tip, csináljátok így. Safe place to crash by the windmill now. How you doing, Aiden? Killian? Our former Night Runner? Never heard of him. What can I get you? Thanks, buddy. That'll help. You rock, pal. Finally. Why not? Just what I need. Biztos össze lehetne rakni egyébként egy ilyen ijász buildent. Bring more of those. Amúgy? Ó, már vannak hetes itemek, beszarsz. Poppit nem árul. You'll love that, baby. Don't be a stranger. És amúgy meg lehet valahol nézni az inventory-ba, hogy... Mennyi zombi szarunk van? 26. Ó, nagyon messze van a 100. Azt véletlenül sárulnak sehol, mi? Dögöljek, meg fölmászunk valahogy. Thank you.
Kevés. Na még egyszer. Ja, mondjuk ide föl lehetett volna jönni lentről, jó van. Faszom. Hát de akkor hogy az anyámba? Uha. Na hát olé. És mi van azzal, hogy engem összeszednek? Call for help. Hát ki van rakva egy perk, hogy jön valami nyomorult, azt felhőszed a földből. Meg se lepődtem, hogy nem működik.
Egyébként meg azt a létrát lerúgtam. Na, szerintetek hogy ugrunk odád? Én innen nekifutok. Azt leszarjuk az egészet, így van. Ajaj, és hú, persze. Tele lett a bugyi. Hú, geci. Na és ez most miért volt jó, hogy megcsináltuk? Ha? Ez most miért volt jó? Mert így mutatja, hogy hol van a inhibitor, mi? Fú, van egy pár. Van egy pár. Hát ezt mind össze lehetne szedni. Erre tippeltem volna én is, igen. Szép ez a játék, amúgy igen. És ezt azért nem tudom kinyitni, mert ez egy ilyen éjszakai buzis hely. Aha. Ó, faszom. Megnézzük azt a másikat. A játék megtanít mindenre, például, hogy féljél a sötétbe. Mire gondolsz?
Hector is with that. A paraglider az nem a játékon múlt. Ha a játékon múlt volna, gyűlölni. Az egyedül és kizárólag a makrónak köszönhető. A szent makrónak. Amivel kijavítod a játékot a picsába. Na jó, mindegy. Hát ahhoz azért kell makró, hogy olyan billentyűre lehessen berakni, amit Mala meg tud nyomni. Plusz, hogy ne kelljen nyomva tartani. Tehát most konkrétan ez úgy néz ki, hogyha én ejtőernyőzni akarok, akkor már előre megnyomok egy gombot, ami püföli az ejtőernyő gombját, mint a veszett kurva élet, majd utána kényelmesen oda sétálok a peremhez, és ugrok egy fejest, anélkül, hogy izgulnom kéne, hogy vajon fog ejtőernyőzni, mert fog. Ez a különbség. Hogyha egy másodperccel hamarabb megnyomom az ejtőernyőt, elszívok egy cigit, majd ugrok egy fejest, az akkor is ejtőernyőzni fog, mert nem bolondok csinálták, mint a játékot, hanem Mala csinálta a makrót, aki tudja, hogy a bénáknak mi segít. Hát fikázhatod a billentyűzött tartást, de azt viszont nem fikázhatod, hogy egy játékba lehessen már a keybindings-et átállítani, léci. Az viszont nem mondhatod, hogy... Szóval érted. Tehát, hogy külső programot kell arra használni, hogy átállítsd a keybindings-et, az szerintem egy kicsit... Kicsit mondjuk úgy, hogy hiányossága a játéknak. Hát nem tudom, nem lehet. Arra a gombra nem lehet átállítani, amire én szeretném. Ez ilyen egyszerű. Az, hogy ez miért van, azt meg kérdezd meg a fejlesztőktől. Tehát gyakorlatilag már feljebb vagyunk, mint ahol az inhibitor van, akkor ejtőernyőzzek oda le. Jó. Ilyen kis ládába volt egy inhibitor, bazd meg. Beszarsz. Na és amúgy meg... Szerintem ma még elmegyünk, találkozunk a Hakon gyerekkel, hogy egy kicsit haladjunk a questtel is. Legalább meg tudjuk tőle kérdezni, hogy a faszomba élte túl ezt az egészet. Milyen statisztikát szeretnél?
hát végül is az legyen az ő baj, hogy örülni fog-e, vagy nem fog örülni. Tehát technikailag ő baszott át engem. Én tök kedves voltam hozzá, megtettem mindent, amit kért, és átbaszott a picsába. Ezek után annyi történt, hogy amikor megtámadták, hát gondolom azok, akiket szintén átbaszott még előttem, én mindezt csak annyit tettem, hogy elsétáltam a helyszínről. Most ha ezek után még neki áll följebb, az az ő baja. Én nem támadtam meg, nem öltem meg, ő baszott át engem, most hüppögni akar, akkor hüppögjön, legfeljebb lebaszok neki egyet lapáttal, hát. Konkrétan. Jól lehet glájdolni a hídon? Kicsit fura, hogy nem tudom őket megtámadni amúgy. Konkrétan nem bugos, az a szerencse. Na jó, mindegy. Túléljük. Ez a templomban van bent, mi? Na és hol a faszomban van a templomnak a bejárata amúgy? Na, valami ajtó volt. Megjöttünk. Viszonylag egész könnyen ide találtam. Hát majd meglátjuk, attól függ, hogy mit akar. Frank, the church is empty. What are you talking about? Well, Hakon's not here, but it looks like the renegades were camped here. Their fire is still smoldering. Hey then. Why did you want to meet, Hakon? Why not? It's been a while. Looks like you've made some new friends. How is Lawan, by the way? Wait, don't you know where she is? No. But what I do know is that someone's been killing William's top officers, each with a single crossbow bolt. Sounds like Lawan's MO, doesn't it? Okay, Pilgrim. Time to get down to business. He's still on Waltz's leash, I see. Enough chit-chat, Aiden. Give me the key. What? The GRE key, Aiden.
Give it to me. Nem kezeli jól a helyzetet. Try taking it from me, Hakon. I'll do my best. Promise. Get that key from him. Hát ez egy buzi bazd meg. Na jó, gyertek parasztok, vegyétek el, ha olyan kurva kemények vagytok. Ó, ez ki volt? Valaki hátulról megbaszott. Milyen kurva kötelet kapott el ez meg, bazd meg, hát megőrülök, esküszöm. Hát látom az éjjászt. Ó, egész sok van, ha jól látom. Hát ez tönkre ment. Maradjunk annyiból, hogy nem gondolták el. Nincs szükségem ilyen hülyeségekre. Not bad. Not bad, kiddo. You've made quite a name for yourself in this shithole. Na és most magyarázd el, hogy miért ne csapjam szét a fejedet egy lapáttal, kis köcsög, ne? Is that what you wanted? Are you really ready to kill me for that key, Hakon? Well, so many people have died already. You can't stop the wheel from turning now. But well, you had a chance to kill me, to take it from me at the bazaar. What changed? Well, what do you think, kid? You promised to get me out of the city. We had a deal, but then you ratted me out. And you think Waltz will just let you go, just like that? You know what he did to Dylan. To all the others. Yeah, but they all stood in his way. Dylan betrayed him. Lucas wouldn't give up the key. So? So you murdered him! The key is my pass out of the city. Real fucking shame I have to kill you.
Jó, hát nem nagyon van választás. Ezt miért kell? Faszom. Ez most ezt hogy? Le volt skriptelve. Tehát semmi esélye nem volt. Játszottunk, mint macska az egére. Ez most mi? You can't get away. Maybe. But you don't want to see me. I ain't as pretty as before. We've both seen your biomarker. You're not gonna find me in time. Na, hát most már van időm. Igen. Nem fogok átváltozni. Miért változnák át? Van egy csomó inhalátorom. Azt én értem, hogy arra gyúr, de ez mennyire gusztustalan script szar volt, bazd meg. Na az ilyet gyűlölöm, hát milyen jól álltam már, semmi esélye nem volt. Aztán be volt scriptelve öcseim, hogy ő győz. Fasz ki van, bazd meg. Jaj, most itt fogunk rohangálni nap hosszát, vagy mi a fasz? Keresd meg, és hogy keressem meg? De szerintem nagyon nehéz, nem értünk egyet. Hát nagyon jó lenne, mert már mindenhol megnéztem, ahol én meg akartam nézni. Ha valami nem hiányzik, még az, hogy fél órát itt kódorogja körbe-körbe. Nincs a hátamon. De tessék, megpördültem. Malának akkor lenne jó kedve, ha nem lett volna így elbaszva a játék egy szkripttel.
There, Vaughn. Na lehet, hogy megvan. How many people have you betrayed, Hakon? Killian? Frank? Luan? Why did you betray her? Frank told you about the TV station. Told you I chickened out, right? Well, he's wrong about that. It was a suicide mission. And Luan, why did you leave her? What? How do you know about that? Just answer the question. I made a deal with the devil. And she had her own hell to deal with. What are you talking about? I left to protect her. If I'd stayed, Walt would have had her killed. So why did you work with him? Why did you betray Frank? I didn't! I didn't betray Frank. I was trying to fix things. After the TV station, I was planning to spy on Waltz. But he got suspicious, threatened to kill Lawan. And now it's too late. Frank? Megérdemelte. It's Aiden. Hakon's dead. Oh, fuck no. I knew this would happen. Well, come back to the fisheye. I overheard something more about Waltz. He's heading to Old Villador, Aiden. The person he tracked down is a GRE doctor. Is that related to the database? Yes, and I think I know the person he's after. I'll try to use the radio to reach her first. Soha többet nem találom meg, hogy hol volt a hullája, sajnálom. Nem tudom megnézni a kezeit, esélytelem. Fogalmam sincs, hol halt meg. Soha többet nem találjuk meg. Ennyi. Ilyeneket nem lehet malától kérni, hogy találjál vissza valahova, ahol 5 másodperccel ezelőtt voltál. Kizár dolog, nem megy. I'm taking that key, Aiden. Stop, Hakon. You're in no condition to fight. We'll soon find out, won't we? Hakon, talk to me. This doesn't make sense. Do the Night Runners mean nothing to you? Don't you want to make things right, Hakon? There's nothing to make right anymore. The Night Runners are long gone. No matter what Frank says, he ain't gonna raise the dead. Although it's a nice dream. What's really going on here? Frank told me how you broke with the Night Runners. Every day since, I've wondered. Would things have ended differently if I'd been there? Would my friends be alive? I know I can't bring anyone back. But I did make a vow. I'd prove myself to Frank and Lawan. Hát nem tudom. Isten igazándiból.
Én nem maragszom rá. De közben meg egy mocsadék szarala. Többször elárult, megtámadott, el akarta venni a kulcsot, cserben hagyott mindenkit. Én nem ölöm meg, ha akarja, majd a lavan levadásza. I don't want to fight you anymore, Hakon. And I told you, I don't give a fuck what you want anymore. You're a lost cause, Hakon. End of the line for you, kid. I'm taking that key. Szóval muszáj. Hát jó. You won't win. You're dead. You have mégis így se katasztrófa. You killed him? It's what you wanted. After all this time hunting him. He's finally dead. Thought I'd be looking him straight in the eye before I put a bolt through it. But now... he's just another body on the ground and a name checked off my list. Are you okay, Luan? I... can't even begin to know how to feel about this. He seems so... vulnerable now. Can I help you with anything, or...? No, it's okay. I've just... waited so long for this to end, now... I need to be alone for a while. Rest in peace, Hakon. Elvettük az óráját. Jó, hát most menjen veszendőbe egy jó karóra, ne hülyéskedjél. Where you been, kid? Waiting for you at the fisheye. Get over here. What about Hakon? There was no saving him, Frank. I see. Come to the canteen, Aiden. We'll talk. I've got some news for you. Jó lassú voltam, mint a tető, de fogalmam nem volt, hogy hogy kell leszedni onnan, úgyhogy... úgyhogy mindegy. Én jöttem volna megmenteni, tehetek arról, hogy nem bírja sokáig levegővel. Nem gyakorolta otthon a egy levegővétellel, hogy bírja ki. Eszembe se jutott, hogy lelőni.
egyszer már sikerült valahogy levágni karda, akkor se tudtam, hogy hogy sikerül. Azért ugráltam ott, mint egy fasz, hát ha le tudom vágni. De nem tudtam. Jaj, azért olyan szívesen meggyújtanák néha egy zsegit is. Neked nincs gyereked, mi? Majd ha lesz gyereked, veszel neki egy biciklit, összetöri magát, mert nem tud biciklizni, majd akkor is mond neki, de hát én mondtam, hogy kell biciklizni. Nem figyeltél. Fú, zsegi. Borzasztó vagy néha. Ezt most mindig elfelejtem, hogy kell használni ezt a szart. Megvan. Egyszer jutna eszedbe, hogy nem figyeltem rád, hanem hogy nem mindenki olyan ügyes, mint egy másik ember. Hogy mondjuk egyszerűen fizikailag neked nehéz összehozni azt, amit Zsegi mond, és nem figyel, hanem bén a fasz. Olyan jó lenne, ha egyszer miután megpróbálom azt csinálni, amit mondtál, nem azt mondanád, hogy megint nem figyeltél, hanem csak röhögjél ki, hogy nyomorult bén a barom, de ne mondd azt, hogy nem figyelek rád. Annyira rosszul esik, hogy nem tudom elmondani. De azt mondtad, hogy akkor se hittél nekem, én mondtam, hogy vágd le. Nálam így nézett ki, hogy megpróbáltam levágni, mert hittem neked. Érted? Ezek után azt mondja, hogy nem hittél nekem. Mikor meg tudnám folytani a vízbe. Mindegy. Climbing in ways never seen before. He bore no weapons. He wore no armor. He made a promise to rid this city of the creature. The city laughed. What are you gonna do? You leap prettily about. What shall you use to slay this creature? Harsh language? Mennyi az idő? Fú, 12:30, zsír. Nem baj, még visszamegyünk abba a fishbe. Megnézzük, mit vakerál a valaki. Utána szerintem rája pihenünk. Álmos is vagyok, rendesen. Choice, Frank. I see. I guess it was inevitable. Miserable bastard. Hakon, you bastard. I'm this close to drinking again because of you for all the good times and bad. But I'm not going backwards. I'm not gonna fall down that hole again. Yeah. Sleep well, friend. I've contacted some of the Nightrunners, Aiden. Those who are still alive. Killian should be here anytime soon. Killian from Old Villador?
Same one. Speaking of old Villador, you have to get to the bazaar, Aiden. She's waiting for you. Waiting for me? Who? The GRE doctor Waltz is probably after. When you mentioned the bazaar, I was able to get in touch with her. Wow. She can help you find Mia. Her name is Veronica Ryan. I remember her. She's one of the first people I met after I came to the city. We were acquainted once. She used to come to the canteen. You'll find her somewhere in the vicinity of the church. Good luck, Aiden, with everything. Na, hát akkor azzal még elmegyünk beszélni. Veronica won't wait for you forever. Arra kíváncsi vagyok. Úgyis rég voltunk már itt a bazárba. Kétszázas artifakti! Már le is cseréljük, hol van a 200-as? Hoppá! Akkor a 140-es az kuka. Hát ide megérte. Ennek egy nagyon jó tudcai vannak, ne viccelj. Köszcsi puszcsi. Szóval van a Veronika, azt mondja, hogy keressem a bazárba, hát kösz. Menjek innen ki? You look good. You put on weight. Hello, Barney. What brings you, pal? Itt van a bro. How's life? Better, now that the PK finally stopped bothering us. I'm even thinking of starting my own business. I know a bit about weapon design. I could start making and selling them. Sounds good. And how's Sophie doing? Oh yeah, that's major news. She's the big boss now.
I'm sure she is. After all that happened, folks finally realized we needed a real leader. I'd say things have turned out the way they always should have been. Well, good for her. And for all of old Villador. Azért ezt még megölhetnénk valamit. I'm looking for Dr. Veronica Ryan. You're not the only one, man. What do you mean? The good doctor's in trouble. And, weird kind of trouble. You see, a group of renegades appeared in old Villador. First, we braced ourselves for another battle. But they didn't attack the bazaar. Just asked for Dr. Ryan. Of course, we didn't tell them where she is. And where is Veronica? You can tell me, right? In a hideout. Vincenzo and a few of our people are protecting her there. But the less people know about that place, the safer she is. Where is it, Barney? If the renegades are hunting Veronica, a few people may not be enough. You just can't walk away from a fight, can you? The building is north of Quarry End. Courtesan Rose Street. But you didn't hear it from me. Thanks for the info. I'll go and give him a hand. The folks say I'm the one always itching for a fight. Anyway, good luck, man. Na, megtudtuk, hogy hol van. Messze van ide? De eléggé. Maradjunk annyiba, hogy odáig elvergődünk. És ott rápihenünk, és amit holnap azzal kezdjük, hogy elmegyünk, beszélünk Veronikával. Te ki vagy? Na hát majdnem oda is jutottam, easy-be. Még valami inhibitor is van, bazdmeg. Jó kis ereszek, jó van. És miért nem kapta el? Hát faszom. Jó. Sose fogok rájönni, mi a trükk. Már annyiszor megpróbáltam rájönni. Egyszer elkapja, aztán meg nem kapja, aztán elkapja, aztán meg nem kapja. Elég jó választás volt. Van inhibitor. Plusz egy military upgrade. És még egy ilyen parkour point is.
Én meg a rotate jump, az meg az, ó, Istenem. De ez még mindig följebb van, mi? Kurva jó. Hát ez így kevés volt. Ipjájé! Hát az új. Na, brüm 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 brüm. Az ilyen GRE torony, mi? Bocsánat. Köszönöm. És most mi a fasz van? Aha. Jaj, nem volt annyira vészes. Kigurultam. Fú, hát azt nem tudom megmondani, hogy kórház van-e alul. Igazániból csak elindultam a mala világba. Jó, van, megvan. Hát gondolom, ez szintén egy ilyen G-re jeladó. Az hát.
És mivel Medical Rádió Relay, ezért gondolom a kórház fölött vagyunk. Úristen, itt is ennyi inhibitor van, bazd meg. Borzalmas mennyiségűt lehetne még tápolni. Hát én akkor még egy ilyen kis... egy ilyen kis gyenge csicska vagyok gyakorlatilag. Azt hittem, hogy tök táp meg minden, de hogy így... amúgy nem. És akkor 9-es lenne a maximum szint, ha jól látom. Fáradt vagyok, meg álmos vagyok, mindjárt éjfél van, de semmi kedvem nincs abba hagyni. Pedig abba kéne. Hát ez nem adja be. Nem tudom, mi van ott, ha valahol. De baszik beadni pedig. Elég magasról nézem. Nem létezik, hogy nem lát rá. Én még ez a távcsőhöz is béna vagyok, látod? Nem alattam van. Csak nem adja be. Na jó, mindegy. Itt rápihenünk. Majd megyünk Veronikához. Szerintem innen le fogunk siklani oda. Sőt, leszarom, én még most lesiklok oda. Azon már nem újjon, lesiklunk. Legalább beszélek vele. Nem bírom abba hagyni. Valószínűleg már elrabolták a kurva életben. Understand? I'll make you talk.
matter of time. Someone you gotta admit. Should I get a hot poker? That would speed things up. Na hát azért mekkora szégyen ez a játék. Oda lopakodtam, de azt nem lehet. Ezt nem lehet megorgyékolni, ezért hiába volt minden. Melyik vagy? Thank God. We were for. Ja, tudom, melyik. She managed to escape. I need to find her. Do you know where she is now? No. But we can try to contact her. Veronica. Veronica. Are you safe? Veronica. Shit. Something's not right. Yes. I'm safe. Are you? Oh, I am now. There is someone who needs to speak to you. Yeah, Dr. Ryan? I'm Aiden. I know that you're being hunted by the Renegades. Hurry, Aiden. More Renegades may be here any minute. Frank told me you worked for the GRE. I need access to the GRE database in the observatory. I have a GRE key. A GRE access key? That's what I've been told. You think you can... Let's meet. I'll be in a small building near the dam, not far from the observatory. Okay, I'll go... Wait, hello? Be careful, Aiden. The place is soaked in chemicals. I will. Mm. Thanks for the heads up, Vincenzo. Thank you. I'm lucky you showed up. Farewell, Aiden. Farewell. Na, legalább ezt a csávót is megmentettük. Ki lehet innen menni valahogy, vagy csak arra, merre jöttünk? De Vincenzo az a fia volt annak az öregnek, aki meghalt, amikor robbantottuk a malmot. Ha jól rémlik. Tényleg jegyzetelni kellett volna, hogy ki kicsoda amúgy. Fú, hát az messze van. Na jó, most már tényleg lepihenünk. Tényleg lepihenünk, mert sose lesz vége.
Mindenhol kibaszott renegátok. És most már, hogy így behúztuk rejtek helynek, nem lehet valahogy könnyebben följutni a tetejére? Nem gyors utazásra gondoltam, hogy őszinte legyek, hanem egy kampóra, ami fölhúz a tetejére, egy liftre, valamire, hogy ne kelljen újra fölmászni előről. Én ilyesmiben reménykedtem volna. Thank you.
Biztos vagyok benne, hogyha feljutunk a tetejére, akkor ki fog derülni, hogy de van valami. Csak nem vettem észre innen lentről. Biztos, hogy kell, hogy legyen valami megoldás. Nem érek rá nyomorult hülyéket verni, aludni akarok, takarodjatok a geciből. Na majd most följutok a tetejére. Hát ott följutottam. Nem hiszem el, hogy ide nem lehet valahogy visszajönni normálisan. Akkor mi a fasznak van itt ez a menedék? Na mindegy. Megyünk aludni. Holnap megfojtatjuk. Zsír lesz. Jaj, azt nem tudom, mi a faszt fogok csinálni azzal a restreames kurva anyjával, bazd meg. Most már hetek óta döglődik. Egyfolytában csak dobálja a bitrátát, meg az egészet, ma is muszáj voltam lelőni. Faszom az egészbe. Nyomorult technika. Na, legyetek jókat tudtok. Én megyek, aztán alszom. Nektek is jó pihenés. Pont éjfél van, zsír. Pa-pa.